Bókor Edittel beszélgetek Baján, aki a Meghökkentő agykontroll sikerek című szenzációs könyvet írta. Edit arról híres, hogy agykontrollal gépeket javít meg. Mi a helyzet e téren? Hát mikor 7 éve meginterjú voltál, akkor 15 féle tárgyat, elromlott tárgyat javítottam meg agykontrollal, ahogy tanultuk, és most 36 fajta. Most a legutolsó, az most egy-két hete történt, hogy a barátnőm fölhívott, hogy vágja az ágakat a fán, de elromlott az ágvágója, és segítsek megcsinálni, mert nem indul be két nap, és akkor eszébe jut, hogy fölhív telefonon, és utána visszaszólt, hogy sikerült. Emberre, állatra, beteg állatra, most is szóltak, hogy rákos egy kutya, meg fog halni, segítsek, meggyógyult a kutya. Szürkehályog, ki volt írva valaki szürkehályog műtétre. Nem csak annyi a dolgom, amit én csinálom, hogy elképzeli, hogy műtét napján a sétáló utcába kiülünk, és iszunk egy üdítőt, neki csak ennyi a dolga. És azt mondom, hogy, hát én műtétem. De mondom, pont az a lényeg, hogy higgyünk az agyba, amit tanultunk, majd így csinálom. És elmentünk, megállapították, hogy szürkehályog van, április 2-ára volt kiírva a műtétre. Előtte elmentem egy maszek szemorvoshoz, a doktornő, két hétig kontrolloztam, és megállapította, ja, mind a két szem szürkehályogos volt, az egyiket előbb műtik, a másikat meg később, hogy műtét után kell várni, és megállapította a doktornő, hogy amit nagyon kontrolloztam, az teljesen elmúlt, a másikon az alig van. Hamarabb nyúlnak az emberek a gyógyszerhez, mert szerintem azért meg könnyebb bekapni, és nem kell vele foglalkozni. Itt meg azért, igen, lemenjünk. Szerintem először a legnehezebb, de ha szokásod be, akkor már hiányozni fog. Meg a könyv által nagyon sokan, a Meghökkentő agykontroll sikere, nagyon sokan elkezdtek újból kontrollozni, hogy megvették a könyvemet. Annyiból jó, hogy nagyon sok fajtát leírok benne, sokfajta sikert, és le is írom, hogy csinálom. Tehát nem csak azt, hogy ilyen meg olyan siker, mint ahogy most elmondtam a szürkehályogot, hanem le is írom, hogy mit csinálok.